Szervusztok! Ismét kaptam egy kérdést, ami úgy hangzik, hogy figyelve és érezve a nemzetközi feszültséget, például az orosz-ukrán háborút, mi hétköznapi emberek mit tudunk tenni a globális konfliktusok elsimítása érdekében? Van-e bármilyen ráhatásunk a vezetőkre energetikai és lelki értelemben? Nagyon érdekes a kérdés, szuper jó, mert ez egy más szögből jön. Ha belegondoltok, akkor ez már egy olyan irányból jön, tudod, ezek a kihallatlan energetikák, ami már egy felelősségteljes irányból jön. Mit tudunk mi tenni? Ez egy felelősségbevállalás, ami egy nagyon jó dolog. Ugye az orosz-ukrán háború az egy kamu. Ez egy színjáték. Egyedül, ami nehéz így az embereknek, az, hogy a munkakörülmények, a munka, hogy a vállalatok azok lehetetlenítették szinte a munkát, a pénzkeresés és a drágaság. Ez lett, ugye ez a nehéz. Mondom, a háború az egy kamu, az egy színjáték, és aki abba hisz, aki nem tisztította ki az elméjét, és attól fél, azt manifestálja, vagy teremti. Nagyon komplex ez az egész, nagyon sok minden folyik a világban. És a legnagyobb probléma, ugye említettem már, és remélem ti is látjátok, hogy nincs ehhez az egészhez egy menetrend. Nem tudjuk pontosan, ki mit miért mond, ki mit miért csinál, és valahol ez egy ilyen megrekedtséghez vezet. Nem szeretnék most a hétköznapi ember fogalmára beszélni, mert számomra nincs olyan hétköznapi ember. Mindegyik ember egy csodálatos, erős lény, ami erőt mi megtagadtunk magunktól. Ezért vagyunk itt. Azok a traumatikus pillanatok, amikor minket bántottak, mikor mi hisztizünk, mikor mi csapkodunk, az mind azt jelenti, hogy a mi személyes erőnk, a nőies erőnk, a férfias erőnk az el lett tolva, el lett tagadva. Erőtlenek vagyunk. Legalábbis ez egy hiedelemrendszer, meg egy árnyoldal, szinte mi ezt hisszük. Nagyon sok mocsok dolog folyt a világban. Ukránia az volt a ilyen náci központ a drogoknak, meg a adrenokrom gyároknak, meg minden. Ez az egész sátánista Matrixnak ott volt egy ilyen headquarters. Most tudom, hogy nem az magyarul, egy pillanat, majd az a fő, ez a helye. És az is történt, amit az emberek ugye talán nem tudnak, hogy második világháború nem ért véget hivatalosan. Most már véget ért, de akkor 45-ben nem ért, hanem a nácik átjöttek Amerikába, és itt, mint a demokrata párt működtek, és innen a nácik háborúztak. Azért van ilyen amerikai utálat, Amerika utálat, mert itt ez volt a náci főközponta. Ukrajna meg egyik ilyen kis alközpont volt. Az oroszok, azok nem azok, akiket minket vagy amit mi hiszünk. Ők a jó oldalon vannak most már. Mondom, az összes politikus az már egy jók, a jók által kreált klón. Amit most ti látok, az azért egy színjáték, és azért fontos ezt tudni, mert ami érzelmeket bennetek, az kivált. Ha negatív az érzés, akkor ott megoldani való van az elmében. Az elméből jönnek az érzelmek. Mit tudunk csinálni? Elmondom így egy általánosságba, és akkor ti majd tudjátok magatokra értelmezni azt a szintet, vagy azt a képességet, ami éppen aktuális. Mit tudtok csinálni? Tudjátok ezt, amit mondtam, hogy az egész egy színjáték, és nem kell komolyan venni. Amikor az ember fél, az attól fél, hogy megoldatlan cucc van a vizében. Itt.
Ez az egész arról szól, ami most folyik. Most már az elmúlt 3,5 évben. Amúgy ez egy bibliai történet, ott van minden a Bibliával leírva, a 7 éves szenvedés. Most vagyunk a középponton a 3,5 évnél, hogy ez az Isten és a sátánnak egy szortírozó harca. Ki van a sátánnal, és ki van az Istennel. És ez nem egy vallásos valami. Ez nem egy vallásos téma. Tehát 97,5%-a az emberiségnek nem az Istennel van. És ez nagyon nagy szám. 7,5 milliárd ember a sátánista. Olyan szinten, és ezek onnan jönnek, hogy a programjai belül. A kis mucik, tudod, ahogy mondom, tele van mindenféle gyilkos, mind árnyoldalakkal, ami mindenünkben megvan. Tehát ez nem az a lény, csak ez takarítatlan, integrálatlan, és ami bennünk integrálatlan, az mi nem csak, hogy a kvantum mezőbe nyomjuk ki tudat alatt, hanem úgy is viselkedünk. Azt tudjátok csinálni, hogy így gyakorlati szinten, hogy szedjétek rendbe magatokat. Próbáljál meg, akár fizikai síkon, akár táplálkozási síkon, cselekedeti síkon, tenni valamit magadért, másokért, mert az egy jó érzést fog eladni, vagy felhozni. Az egy jó érzés fog benned kelteni, ha van egy jó érzés, akkor ott már hajlandók vagyunk elfogadni a következő lépést, ami egy blokk mindig. Félünk a következő lépéstől. Nincs olyan, hogy megrekedtség, olyan van, hogy ez a következő lépéstől való félelem. Ahogy mondtam, össze kell jönnünk. Ha valaki fél és nem tudja a technikát, semmi gond. Én tudom a technikát, én még egy csomó minden máshoz nem értek. Még van egy nagyon fontos, még egy pár nagyon fontos háttér dolog, amit meg szeretnék osztani, mert akkor abban lesz egy csomó ilyen aha. Minden traumában ott van egy csomó, egy szeparáció. Azért fókuszálok a traumára, mert ott, ha megoldod a traumát, akkor az összes többi rész az életnek szinte helyreáll, mindig a mágneses izék úgy összejönnek. Elutasítottuk a szeretetet, elutasítottuk a saját erőnket, félünk a szeretettől, félünk a jótól, félünk az erőnktől, és félünk még csomó minden mástól, és az az emberiségtől, így az elvárás, így majdnem egy magasabb szinten, tehát most magasabb szinten van, és nézd meg, hogy ez hogy redukálható le a te egyéni szintedre, hogy azt mondják ezek a magas, vagy ezek égi lények, ezek a jóindulat égi lények, hogy állj ki magadért. Álljunk ki magunkért. Mondjunk nemet a sátánista világnak. És nem, a legtöbb ember nem mond nemet. Lapul, sunyizik, tudod, bújik, és ezek azok az árnyoldalaink, a belső elméből fakadva, meg ezek a programok, amikre azt mondják, hogy lépjél ki az egérjukból. Onnan nem lehet oroszlán tetteket csinálni. Lépj ki, nőj fel a feladathoz. Csak ott jön az ego, de hát mi itt sanyargat vagyunk, hát akkor gyógyíts meg magad. Nem tudod, hogyan, én majd segítek. Jó, ez a lényeg, hogy végül is egy hatalmas tesztnek vagyunk kitéve most. A teszt arról szól, amit meséltem. Kivel vagy, Isten vagy sátán? Aki Istennel van, az jön föl, aki nem, az alacsonyabb vizére, megy timeline-ra, vagy ilyen idővonalra. Nincs időnk, nincs, most már nem fér bele. Ez a rossz gondolkodás, az alacsony szintű sátánista gondolkodás. És mindenkibe ott van, mint mondtam, az elme, ez az ördög, az az ego. És ez nagyon könnyű. Tudod, így nagyon könnyű behűíteni az embereket, amikor még az elme nem tiszta, nem üres. Addig félünk, addig szomorúak vagyunk, addig félünk a veszteségtől. Még itt van egy gyakorlatias tanács, ami szerintem sokat fog segíteni. Ez is egy típusú trauma.
A veszteségtől való félelem. Nem a vereségtől, hanem a veszteségtől. A vereség az ott van, az abban jön, hogy az utálat, a mások felé irányuló utálat, mikor ki nem hevert és gyógyulatlan vereségünk vannak, az utálathoz vezet. A veszteség. Mit veszítettél el te a múltban? Csomó minden van, praktikus, tehát fizikai síkon, érzelmi síkon, spirituális síkon. Nézd át, ezt tekintsd át. Elveszítettük a hitünket, a szeretetünket, a bizalmunkat. Ez mind sem, mind egy szeparáció, ami ezt a világot teremtette. Ami körülöttünk történik, az nem véletlen. Minden ember az elmén keresztül a kvantummezőbe nyomja be az összes vibrációt, jót, rossz, csúnyát, és akkor abból jön egy ilyen kollektív sztori, amit úgy hívunk, hogy élet. És amikor te már tudod azt, hogy te is egy nagyon fontos közreműködő elem vagy ebben, egy közreműködő egyén vagy abban, hogy a kvantummezőt, amit mi nyomunk ki éjjel-nappal alvás közben is, ami bennünk van, az mind, az az 1 millió apró kis energia, meg frekvencia, az mind megy oda, és akkor jön le, és akkor egyik bizonyos emberek ezt az energiát felveszik, ők erre reagálnak, és akkor mind egy színjáték, ők elkezdik játszani maguk életét. Dolgozd át magadban a veszteségtől való félelmet, mert ez oda vezet, hogy amikor mi nem merünk valamit feladni, akkor nem tudjuk magunkat átadni valaminek. Aki igazán az Isten oldalán van, és azt jelenti, hogy gyógyult, és tudja, hogy egy jó világ jön, és nem fél, és nem tudod, nincsenek ezek a folytonos negatív gondolatok, azok nagyon jó állapotban vannak most. Azok így felülről nézik a dolgot, tudják, hogy mi folyik itt, mint a hegytetéről néznéd a várost. Picit úgy hallod a hangot, de mindenki csak úgy megy a maga rendjén. Amikor viszont mi itt vagyunk és állunk a dugóban, a forgalomban és a fejünk ekkora, akkor azt meg kell gyógyítani, mert ezt az ekkora fejet, az őrjöngés minden azt csinálta ezt, azt teremtette ezt a káoszt. És ezt próbálják megmutatni nekünk így az égi lények, hogy ezt mi csináltuk. Oké, tehát ez nem most így mondom, hanem az, hogy vállaljuk be a felelősségetért. A világon mindenütt így működik, csak minden nemzetnek megvan a maga úgynevezett ilyen árnyoldal csomagja. A magyaroknak ott van ez a nemzeti gyász, ez a szomorúság, ez a veré, vagy a veszteség, vereség, ez mind árnyold, ez mind egy elmei gyógyulatlan valami. A németeknek akkor ott van ez az umpa, tudod, röhögnek, az meg azt fedi fel, hogy rengeteg bűntudatot, meg azt a rengeteg másik árnyoldalt, az élettelenségüket, a lemondottságokat. Most akarják, a szerbutó kiégéshez vezet. Jó? Nagyon fontos megszabadulni a veszteségtől való félelmeinktől. Mert akkor mindig úgy nézzük az életet, hogy Jézusom, ez milyen veszteséggel fog járni. Mit kell nekem ezért elveszíteni, odaadni, nélkülözni. És ez a negatív gondolkodás, ez innen jön, a veszteségtől való félelem. Érthető? Csak rá mondom neked, ez az egyik gyökér oka. Van még több gyökér oka, és az egyik ez, hogy ha ezt el tudjátok magatokba, vagy át tudjátok magatokba vizsgálni, hogy mitől félsz, mi ez, amit nem vagy hajlandó feladni, átadni. Azzal téged kontrollálni lehet. Okay. Ha téged kontrollálni lehet, akkor szerinted, hogy félsz. Ha félsz, akkor az a kvantummezőbe nyomja a kezét, és olyan emberek jönnek, majd jelennek meg, akik még olyan szinten vannak, evolúció szinten, hogy ezt a kontrollt, energiátok fölveszik, és elkezdenek izélni, tudod, felénk, mint egy tükröt mutatni, hogy és akkor tudod, mikor az ember azt mondja, hogy ha-ha,
Az egész világ egy tükör, csak egy metaforikus tükör, és egy nagyon precíz, és nem egy nyilvánvaló tükör, akkor ha magunkba megyünk, akkor meggyógyítjuk ezeket a különféle félelmeket, és az a eltűnik. Eltűnik. El fognak tűnni az életünkből. Jó. És a vezetőség, ugye akkor van a gyakorlati oldal, írjatok levelet, tudod, stb. Akkor a vezetőségnek. Már csak nagyon-nagyon alacsony szintű ilyen kis smucikok vannak a vezetőségben. A fő-fő-fő vezetők, azok mind, ahogy mondtam, a jó ítik. Nem tudom magyarul lesz, hogy mondják, hogy líriai vagy szíriai, úgy hívják, hogy Lyran and Syrian Council. Ők a, akik ezt az egész emelkedést vezetik, és minden jó kézben van, csak próbálják nekünk megmutatni, és fájáson keresztül az ember nem reagál, annyira hozzá van szokva, hogy tudod, félünk, meg itt vagyunk, próbálnak minket rávezetni ilyen metaforikus szinten, hogy ébredj már fel. Merd bevállalni az erődet, gyógyíts meg magad. Merjél kijönni magadból, a leszűkültségből, és add magad, mint ahogy mondtam, hogy szolgálhatok. Nem egyszerű, tudom, tehát nem két lépés, tudom, de mint egy elméleti síkon szeretném ezt veled megosztani, mert az legalább beindít egy pozitív transformációs folyamatot, és akkor már, mikor mozgásba kerülünk, akkor már látjuk azt, hogy mi is a következő blokk. Tudom, még nincs mozgás, amíg így le vagyunk redukálva, addig nem tudjuk, hogy ott mi van, a blokk ott mi van, mivel a blokkok meg ezek a falak, ezek csak akkor tárolnak elénk, amikor valamit bemerünk vállalni. Mondok még egy nagyon érdekeset, és ez lesz az utolsó, hogy az összes viselkedési formák, legyen az akármi, legyen az, hogy minket tudod, félünk, vagy szomorúak vagyunk, vagy jókedvűek vagyunk, vagy stb. Nagyon-nagyon mélyen az elmében, a DNS szinten van egy kapcsoló, és ezt a kapcsoló, ez majdnem mindenkinek be van kapcsolva. Ezt úgy hívják, hogy a felelősség elhárítása. Tehát ez be van nekünk kapcsolva. Tehát magyarul az egyik fő programunk, a fő-fő-fő programunk, ami itt van, és akkor fölött van még 100 000 más réteg, az egyik fő programunk az, hogy mi próbálunk a felelősség alól kibújni. Felelősség alul kibújni. Na most, ennek van egy csomó fedő története. Én jó, én bátor, kedves ember vagyok, egy ott Terézvárosból, tudod, megbízható, bla bla. Onnan tudod, hogy ez benned van, hogy most, amit mondtam, ez kicsit így ilyen érzést váltott ki benned, vagy onnan is tudod, az elmének több oldala van, onnan is tudod, hogy ez a felelősség elhárítás, ez egy aktív program benned, hogy irritál azt egyet, aki felelőtlen. Oké? Az a tükör. Amikor mi nem vállaljuk be magunkat, az isteni mi voltunkat, nem takarítjuk ki az elmét, nem dolgozunk magunkon, nem vagyunk kedvesek a másokhoz, az valamilyen szinten egy felelőtlenség. Gondolom, így még nem hallottátok. De ez azért van, mondom, hogy nagyon-nagyon mélyen ez be van szépen kapcsolva, és nem azért, hogy szadizzon minket, hanem azért, hogy a csomó más negatív érzelemmel keresztül, ami itt van fönt, itt van a sztori, a történet, amit mi látunk, rá kell jönni arra, hogy hát igenis van beleszólásunk a dolgokba, energetikailag, fizikailag, érzelmileg, de viszont ez a beleszólás, ez le van redukálva, vagy úgy megvan szinte támadva, vagy be van így, csomagolva ez a csomó rossz hiedelem és az árnyoldal által. Itt viszont van egy fő program, ami azt mondja, hogy hagyd a francba, ne csinálj semmit. Figyelj, ez nem a te dolgod, ez a másodolg, ez az a felelőtlenség kapcsoló. És látjátok az, hogy ami itt van alul, az fűti a fölötte lévő rétegeket. Felelős vagy a testedért, edzél, igyál jól, dolgozz magadon. Tudod, ezek már mind mondtam, tehát nem ez a lényeg. És akkor ennek van egy hogyanja, és a hogyanja is, az meg akkor kellnek ezek a plecisz technikák. Csak szeretem volna, tudjátok, egy magasabb
vagy egy látószögből talán ez a jó szó, hogy mi folyik és mi az elvárás. Az emberekben, még ugye a DNS-ünkben van még egy másik kapcsoló, amit most magyarul nem tudom, úgy hívják, hogy constriction. Constrict az azt jelenti, hogy leredukálódni. Mikor valamitől félünk, jön a csúnya bácsi, meg a, tudod, a kormány, akkor mi azt mondjuk, hogy jaj, bennünk van egy másik, egy ilyen tő árnyoldó, úgy hívják, hogy a lázadó. És akkor ott tele vagyunk, már ilyen konfliktus, hogy jön a lázadó, az beszól, ami jó, mert néha oda kell. Tudod, mondtam a palacsintasütővel, kap egy sallert, kell az embereknek a saller. De akkor ugyanott vannak ezek a nagyon erős DNS szintű, ezek mind ez a leszűkülés, ez az egérbúbajukás, egérjukba búvás. És ez nem bíráskodás, mindenkiben ott van, bennem is ott volt. Mindig is nagy pofám volt, aztán akkor egyszer csak tudod, kijön az érzés, és azt mondja, húha, most mi van, ilyen még nem volt. És akkor ott van, akkor jönnek felszínre azok a feldolgozni való dolgok, jó? Tehát most ez arról is szól, hogy mondtam, hogy most látok, hogy vállalj felelősséget magadért, magunkért, egymásért, vállaljunk felelősséget egymásért. Van egy olyan pszichológiai trükk, hogy amikor mi másért vállalunk felelősséget, akkor az könnyebb, mert akkor nem kell magunkkal szembenézni. Ennek viszont van egy olyan trükkje, hogy mikor túl spirázzuk ezt a szerepet, ez egy szerep, emlékeztek, a szerep az itt van fönt, túlspirázzuk azt a szerepet, hogy másokért vállalunk felelősséget, ugyanakkor felvállaljuk a felelősséget az ő szenvedésükért, és magunkat büntetjük, ez az megint egy ego, azért, mert más nincs jól. Vállalj magadért felelősséget, mikor magadon keresztül, amikor benned meg felgyullan ez a láng, ez a pozitív láng, akkor beindul benned egy folyamat. Az nem lesz érzelemmentes, ott lesznek jó érzések, lesznek félelmek, lesznek szomorúságok, de azon át kell menni. És akkor ezzel a kvantum mezőt, azt mi átprogramozzuk, és akkor amikor már mi gyógyultak vagyunk, akkor a kvantum mezőben nem tudunk francot meg szart belenyomni, és akkor a sok kis ilyen, tudod, az ugri-bugri, meg a, tudod, még a másik szint, alacsonyabb szinten járók már nem fogják tudni ezt lejátszani. A külvilág lejátsza azt, ami bennünk van, a jót, a rosszat és a csúnyát. Jó. Azért szeretem majd megosztani veletek egy kicsit egy más megközelítés szögből is, hogy én értem azt, hogy vannak félelmek, én értem azt, hogy ott van egy történet, egy történelem, a saját sztorid, meg a félelmek, csak hogy tudd, hogy ezeket nem lehet csak úgy hagyni, és akkor beledülünk a konyhakésbe, és akkor fú, majd valaki megment. És akkor itt van a záró gondolat, bár már mondtam, hogy az előző lesz az utolsó gondolat, itt egy záró gondolat. Ez egy nagyon-nagyon fontos valami, és ez megint egy kapcsoló, ez a tudatossági kapcsoló, hogy úgy érezzük-e mi azt, hogy mi megérdemeljük-e azt, hogy minket megmentsenek. Érdemesek vagyunk-e mi arra, hogy megmentsenek. Én természetesen tudom, akkor ennek a pszichológiák, hogy jönnek a spirituális, tudod, mi meg, tudod, hogy csak magadat tudod megmenteni, ami így van. De csak azzal tudod magad megmenteni, hogy ez ilyen ellenkező, a romboló hiedelmeket, azt semlegesíteni kell. Például, hogy nem vagyunk érdemesek arra, hogy megmentsenek, vagy nem vagyunk, nem érdemeljük meg azt, a kettő nem ugyanaz, ez de párhuzamos síkon futnak, hogy megmentsenek. És utána amikor azt mondta, hogy de igen, én azt szeretném, hogy megmenthető legyek, hogy megmentsenek, más nem fog soha megmenteni, magadat kell megmenteni azzal, hogy bevállalod önmagad, és ezt a tudatalatti felelőtlenséget, ami itt van, csak tudod, még eddig nem volt nyilvánvaló, azt tudatosan, szépen elkezdeni gyógyítani, és nézni azt, ahogy haladunk föl, hogy hol jelenik ez még meg, és hol jelenik meg még az, jó? Ennyi volt. Gondolom ez megint egy ilyen elgondolkodható valami, de tudod, ahogy mondtam, nagyon más típusú információra van az emberiségnek szüksége, mint ez a
puszi-puszi, kis finom, tudod, gyengéd, szóval, mert abban nincs megoldás. Abban nincs megoldás, abban nincs előrehaladás, nincs menet és nincs igazság. Jó van. Remélem tetszett, és akkor a következőben látjuk egymást. Szervusztok!